Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 15-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kehely utal az ő érzelmeire. Arra is, hogy nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen, vagy hogy kimutassa az érzelmeit. Azt is jelentheti, hogy most vannak jó gondolatai, és ezt szeretné megvalósítani, ez utal kreatív munkára. Mivel ez az első kártya utal az ő gondolataira, és itt érzelmekről van szó, ő ennek tudatában van. A második kártya mutatja az ő érzelmeit. Ezen a képen láthatunk egy királyt, és megvan nála ez a tartás. A kezében van ez az arany érem, azt ő fogva tartja, mindazt, ami nyújtja számára a biztonság érzetét. Azon kívül utal belső értékekre is, ő úgy gondolja és úgy érzi, hogy te értékes vagy számára. Ezt ki fogja mutatni, mert erre utal az első kártya, ez a kehely, de a második kártya azt jelenti, igen, itt lesz mozgás, de jelen pillanatban még figyeli az eseményeket, tehát nem sieti el a dolgokat. A harmadik kártya azt jelenti, hogy mit közöl veled. Itt ezen a kártyán szintén az érmékről van szó, tehát az anyagiakról, vagy a munkáról, mert ez összefügg. Itt arról van szó, hogy van igazságtalanság. Az egyik mindent megkap, a másik ebből egy keveset, a harmadik meg a negyedik semmit sem kap. És ez azt jelenti, hogy ő úgy érzi, hogy mások kihasználják őt. Vagy a munkahelyén, mert keveset fizetnek a munkájáért, vagy valaki a háttérben van a múltjából és követelőzik. Lehet, hogy ezért akarja így az anyagiakat megfogni, amire a király utal, mert a király tartja kezében ezt az arany érmét, nem adja oda, mert ez az övé. De visszatérve erre a harmadik kártyára, amit közöl veled, ő el fogja ezt mondani, hogy valaki ki akarja őt használni. Itt anyagiakról van szó, de néha előfordulhat az is, hogy valaki foglalkoztatja őt, rabolja az idejét és az energiáját. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen látható a felhő, tehát úgy minden beborul, és valami átláthatatlan. Itt lehetnek az anyagiak, mert őt kihasználja valaki, és nem tudja, hogy mivel tartozik, vagy nem tudja azt, hogy tudná rendezni a dolgokat. Azon kívül, mivel ő úgy érzi, hogy mások őt mindig kihasználták, és ez olyan igazságtalan, ahogy ő ezt átélte, fél kimutatni az érzelmeit, és ez veled kapcsolatos, és lehet az is, hogy te ezt a helyzetet igazságtalannak látod, mert minden olyan átláthatatlan.
Ez a felhő mutatja az időt, mégpedig fél évet. Fél éven belül a rendeződnek a dolgok, az anyagiak is, és meg lesz a biztonság érzete a párkapcsolat területén. És most áttérek az asztrológiára. A mai napon van egy úgynevezett szextil kapcsolat a nap és Mars bolygó között. Ez egy jó hatás, utal a mi életerőnkre, van gyógyító ereje is, különösen a férfiaknál érezhető. Ami még fontos a férfiaknál, ők valamit tisztán szeretnének látni. A mai napon van egy kapcsolat a Nap és Jupiter bolygó között. Ez egy úgy nevezett kvadrát aspektus, ami kihívásokra, nehézségekre utal, mivel itt is igazságtalanságokról van szó, passzol a kirakáshoz, ahogy ott láttuk, hogy mások kihasználják őt. Jupiter bolygó gyakran utal bírósági ügyekre is, itt is vannak nehézségek. A mai napon van egy kapcsolat Mars bolygó és Jupiter bolygó között, egy úgy nevezett quincunx aspektus, ami bizonytalanságokra utal. Nem lehet tudni, hogyan tovább egy olyan helyzetbe, ahol különösen a férfiak átélik ezeket az igazságtalanságokat, vagy egy bírósági helyzetnél van ez a bizonytalanság. A hold a mai napon az indiai számítás szerint a bika jegyében van, és eléri a felfele mozgó hold csomót, Ráhút. Ez egy kármikus csomó, és utal egy kiútra, egy új lehetőségre, egy életterületre, amit mi nem ismerünk, és ezekre az újdonságokra lehet számítani a mai napon vagy a közeljövőben. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!